Sziasztok! Akkor itt van a második része a beszélgetésnek. Ebben a részben a görögökről és a görögök esetéről fogunk beszélgetni. És aki az asztal körül ül, megint ránk Júlit, aki moderál, hozzon az Irini, aki benne volt a Stereoakt Kolónia című előadásában is, és amúgy a, most a fővárosi görögök dramázatnak az elnöke is. Fokasz Nikos, aki szociológus, és Blahosz Haralambosz, aki egy élő tanúja a görög migrációnak, mert kisgyerekként érkezett még a 40-es évek végén, és amúgy azóta a görögökért, a gyűjtő munkájáért kapott egy nemzetiségekért díjat is az államban. Köszönjük szépen, Zsuzsi, és nagyon örülök, hogy igazi görögök vannak a körünkben, itt is, meg a nézők között is, ha jól tudom. És hogyha már a Zsuzsi ennyire pontosan elmondta Blahoszról, hogy mi a háttere, akkor azt kérjük meg Irénit is, hogy ő is mondja el ott a mikrofon, jó, mert különben egyrészt nem hallják, másrészt a közvetítésben is szükség van a hangodra, hogy te is élő tanú vagy-e, vagy pedig neked más a háttered? Én már itt születtem, igen. Elnézést, nem kell de hogy lehet. Nyugodtan lehet tegeződni. Görögök között megy a tegeződés, inkább, mint a magyarok között. Hát a szüleim görögök, én már itt születtem Magyarországon, 1951-es vagyok. És ennyi, annyira vagyok szemtanú, mint aki... Mint én. Igen, mint Mitrész például. Vele egy osztályban jártam, a görög iskolában. Hol volt az iskola? Hát mi már a Manolis-Klezos iskolában jártunk, nem a dohánygyári telepen, mert először ott volt a görög iskola, de hát annyira túl népesedett, hogy kénytelen voltunk átköltözni. Hát a magyar állam adott egy épületet a Hungária körúton, és mi oda jártunk iskolában, és egy külön trolli vitt minket oda. Igen, trollibusszal a Könyves Kálmán körúton összeálltunk, és a Hungária körúton leszálltunk, majdnem az Erzsébet királyné út felé, abban az irányban. Lahoz mondott valamit, hogy szólítják, van egy Bence neve, ahogy mindenki ismeri. Fogja meg a mikrofon. Nem kell semmit, csak belebeszélni. Nem kell semmit csinálni. Hát 1997-ig Vlasev Lambró voltam. Tehát mindenki, magyarok, tehát a gyárban, ahol dolgoztam, mindenki Lambrónak szólított. De Görögországban Haralambos meg a Lambró, ez hallottam olyat, aki Lambrónak van nyilvántartva, azt mondja, én is Haralambos vagyok. Tehát érdekes, a szüleim is Lambrónak szólítottak, mert ezt a Haralambos nevet valamilyen én gyerekkoromban se szerettem, mert csúfoltak emiatt sokan, mert hát ezt nem mondom, hogy ő mi. Volt egy szomszédunk, hát mindig azt mondta, hogy hát hogy szól reggel a kakas? Kakalambi, Haralambi, itt mondom, attól kezdve én nem szerettem ezt a nevet. És mi történt 97-ben? Miért változott meg ez a dolog? Hát nem változott ez, tehát Haralambos, így vagyok keresztelben. Értem, de azt mondta az előbb, hogy addig így szólították. A Vlasov. A Vlasov néven, az és volt. Aztán? De igen, mert Magyarországon, amikor idejöttünk, papírok nélkül érkeztünk, semmi papírunk nem volt. És hát ezen, mivel így szólítottak, akkor Lambró lettem. Én Lambró néven ismertek mindenhol. Így a személy, illetve a bizonyítványom, általános iskolai bizonyítványom
görögül lapos haralambosz vagyok. Magyar oldalon, hogy három nyelven tanultunk általános iskolában, tehát magyar, görög és makedon nyelven. Mivel hogy szláv nyelvű ez a falu, ahol én születtem, így, hát így is beszéltünk. Tehát így megkaptam a vlahosz helyet, vlasebb lettem, mert ez a kisebb, igen. Amikor kisebbítenek valaki. Becézik. Erre vlase. Vlase voltam, akkor vlase vagyok. Hogy jönnek vlase? Így beírtak a magyar a bizonyítványomra, tehát a magyar oldalon vlase Lambró voltam. Görög oldalon vlahosz haralambosz, vlahosz Lambrosz, több néven voltam. És az útlevelében mi van, vagy a személyigazolványban? Hát most már vlahosz haralambosz vagyok, úgyhogy 97 óta, hogy megkaptam a görög állampolgárságot is, visszakaptam. Így... Visszakapta a görög nevét és a görög nevét. Igen, igen. Megkaptam az anyakönyvi kivonatot, annak alapján módosítottam a magyar adataimat is. Most akkor megkérdezzük a tanárulat. Fokász Nikosz, ezt viszonylag könnyű magyar ajkóaknak is megjegyezni. Hát nem olyan könnyű. Nem. A gyerekkoromban, amikor én telefonon taxit rendeltem, akkor kivétel nélkül Farkas Miklós térnek. Hát egy idő után, amikor visszakérdeztek, hogy Farkas Miklós, akkor én ráhagytam, hogy igen, Farkas Miklós. Szép. Egyébként a házban, amelyik a nevekről van szó, mindenkinek a története persze egyedi. Én is a sajátomról azt hiszem, hogy egyedi. Abban mindenképpen, hogy én is a második generációhoz tartozom, egy kicsit idősebb vagyok, mint Irini, de abban is egyedi, hogy a dohánygyárban mi csak 56 nyaráig laktunk, az édesapám építészmérnök volt, és a lakóépület tervező vállalattól mi kaptunk egy lakást Budán a Karolina út és a Villányi út kereszteződésében. Már akkor rögtön, amikor megérkeztem? Nem, 56. augusztusában. Ami azért érdekes, hogy addig én nem tudtam egy szót se magyarul, de azért 56. novemberében mi már együtt voltunk a magyarokkal lenn a Régópincében, amikor november 3-án meglátogattak bennünket a szovjet csapatok, és nekem az emlékem, hogy én már értettem azt, amit a felnőttek ott egymás között beszélnek. Tehát a magyar auguszt, igen, augusztus és november között valamit biztos elsajátítottam a görögből, és én éppen emiatt a sajátosság miatt nem a Manolis Glezosba jártam, hanem a Köbölkutúdi általános iskolába, tehát nekem magyar osztálytársaim voltak. És hogy, hogy szólították? Ott mindenki Nikosznak szólított, de a házbeliek meg Mikinek szólítottak, mert megkérdezték, hogy ez a Nikosz, ennek mi a magyar megfelelője, mondom, hogy Miki. És körülbelül 15 éven ezelőttig még voltak olyan hangok, a szomszédaink hangjai, akinek a hangján, ha utánam szóltak, ahogy 15 évvel ezelőtt történt a Móricz Zsigmond Görgyéren, hogy Miki, akkor én arra hallgattam. Semmilyen más hangon, erre a megszólításra nem figyeltem oda és nem hallgattam. Azóta a szomszéd néni, a Viola néni, aki egyébként kolozsvári erdélyi család, az egész család erdélyi volt. A kedvenc ételem egyébként a töltött káposzta, az anyukám az elblitzelte leánykorában a konyhába járást, tehát ő már menekültként Magyarországon az erdélyi szomszédunktól tanult meg főzni töltött káposztát is, de amikor én gimnazista koromban 16-17 évesen úgy vélem, a római parton egy étteremben töltött káposztát rendeltem, akkor, ami a kedvencem volt, akkor egy számra teljesen ismeretlen kaját hoztak ki. Ezt én szóvá is tettem, leteremtettek engem, hogy nem tudom mi az, hogy töltött káposzta, és akkor visszamentem, és a Viola nénivel tisztáztuk, hogy ez valószínűleg az én mobilom, a Viola nénivel tisztáztuk, hogy igazából én kolozsvári
töltött káposztán nőttem fel, csak ezt a finomságot én fiatal koromban még nem sajátítottam el. Nagyon szép történet. Ugye az előbb hallottuk, hogy az első részben a beszélgetőtársok, aki kultúrás antropológus, Biztai Márta vagy Marci, ő foglalkozott gasztronómiai antropológiával, és azért szóltam csak ki, hogy reméljük hallja ezt a fáradtnak történetet erről a dologról. Szeretnék föltenni egy olyan kérdést, ami lehet, hogy nem tűnik tapintatosnak, de nem tudom nem megkérdezni, hogy a megjelenésük alapján, még mielőtt a nevüket valaha kiejtették volna, érezték-e, hogy furcsán néznek magukra, hogy valaki, aki nem... Hát ilyen világos szeműek vagyunk mi magyarok, nem? Tehát én nem gondolom, hogy Irinnek bármiféle gondja lett volna a külső. Engem Görögországban senki nem néz görögnek. Egyrészt kékszemű vagyok, szeplős vagyok, ami nagyon ritkaság. Viszont én ipiroszi vagyok, tehát a magas hegyek környékéről, észak-nyugat Görögországban, ott több kékszemű és világos bőrű van, talán a magas hegyvidék miatt. Úgyhogy ez nem tipikus, az én kinézetem abszolút nem tipikus. Megerősíthetem a kérdésnek a fontosságát. Nyilván mindenki látja rajtam, hogy én érettségi korszakáig korom fekete hajú voltam. Van is egy volt gimnázium osztatársam a teremben, aki ezt egyébként megerősítheti. Senki nem látta rajtam, hogy én nem, amíg be nem mutatkoztam. Azt mindjárt megkérdezem azt is. Amíg be nem mutatkoztam, de a dolognak az a jelentősége, hogy az én unokatestvéreim, hozzám korban közel álló unokatestvéreim, ugyanígy Lengyelországban nőttek fel, anyanyelvi szinten beszéltek lengyelül, de mindenki látta rajtuk, hogy ők nem lengyelek, mert ők is fekete hajúak voltak, és Lengyelországban az kirívó. Igen, Irini olyan, mint a lengyel lenne. Igen, nem elég szőke szerintem, de most nem kérdés. 74. május 1-e környékén egy görög ifjúsági társaság járt Magyarországon, és akkor én értem rá a legjobban, még nem kezdődött el az egyetemen a vizsgaidőszak, és én kísérgettem őket mindenhol, és emlékszem, hogy egy presszóban ücsörögtünk, és látom, hogy az egyik négy tanú társaság, az egyik fiatal ember, állandóan a hátam mögé néz, és egy idő után megkérdezte, hogy azok, akik beléptek, és akik most itt vannak, azok mind magyarok? És én körbe így néztem én is, hát ugyan mik lennének 74-ben, még migránsok se voltak, vagy nem annyian, mondom, persze, nyilvánvalóan magyarok, hát mert ugye az egyik szőke, a másik világosban a hajó, a harmadik vörös, a negyedik meg fekete hajú, tehát neki föltűnt ez a sokféleség, ezért lehetünk mi terepszínűek Magyarországon ebben a időszakban. Na most én bajban vagyok, hogy szólítsam? Elmesélte a nevének a történetét, de melyiket szereti? Lambró? Jó, Lambró. Hogy volt ez? Látja valaki, látta, volt ilyen történetet? Csak a mikrofonba kéne beszélni. Én nem tudom, külsőleg inkább cigánynak néztek, nem görög. De hogy így a szemébe mondták? Nem. Akkor mit gondolja? Ezt nem éreztem én. Aha. De nem volt ilyen konfliktus, nem volt? Nem volt ilyen konfliktusom. Na, akkor most jöhetnek a nevek, ugye? Mert hát ha bemutatkoznak bármelyik őjük, akkor rögtön, még ez az Irini valahogy elmegy, a Farkas Miklós az ugye önmagától nem fogja ezt mondani. Ugye itt van egy előzetes hallás, tehát egy magyar azt hallja, hogy Lichtenberger Endre Rudolf, vagy Niedermüller akárkicsoda, azt azonnal érti. Nem akartam politizálni. Ő egyébként antropológus eredetileg, kulturális antropológus, én még ebből a korszakából ismerem őt. Erre a magyar fül rááll. A Fokasz Nikosz, akármilyen egyszerű is a fonetikája, az egy idegen név, és persze rögtön rákérdeznek. Mint hogy Görögországban arra kérdeznek rá, hogyha bemutatkozom, hogy nem kefalóniai vagyok-e. Kefalóniai, mert hogy a görögök, azok, a fokaszok, azok egy szigetről, Kefalónia szigetről származnak. A legtöbb
A legtöbb, igen, a legszebb hely Görögországban, ezt a tárgyilagos elmondóság nélkül hozhatom. Igen, de ez nem szavazáson múlik, hanem a szikár tényeken. Persze, mondhatjuk egy szikár tényeket. Ugye két dolgot szerethetünk, a tengert meg a hegyeket. Na ott tenger van, mert sziget, és hegye is van, mert 1600 méter a legmagasabb hegy. Tehát, ezek azért súlyos érvek, mondhatom én ezt, távolságtartó tárgyilagossága. Az egyébként jellemző a görögökre, hogy távolságtartók és tárgyilagossága. Hát amennyire én. A Fokasznikosz névnél a gyerekkoromban, tehát általános iskolás koromban az egy visszatérő és talán érdekes élmény, hogy többnyire felnőttek, megkérdezték, hogy görög vagy? Mert azért erre rájönnek. Tehát nem olyan rég, néhány évvel ezelőtt a bankkártyámat látva az Osan pénztárosa megkérdezte, hogy görög? Mondom, igen, és arra reflexzerűen azt mondta, hogy jaj, de jó. És akkor én úgy mentem el, hogy ez jó. Görög, én nem szálltam vitába vele. De akkor már felnőtt volt. Igen, de gyerekkoromban arra a kérdésre a nevem után, hogy görög vagy-e, én nem tudtam automatikusan igennel válaszolni, és nem tudtam automatikusan rábólítani, és látva a hezitálásomat, a felnőttek elkezdtem magyarázni, hogy mindkét szülőm görög. És akkor a magyar felnőttek segítettek ki azzal, hogy akkor görög származás. És én erre boldogan rábólítottam, hogy igen, ez az, ami az én identitásomat kifejezi. Akkor nem tudtam miért. Néhány éve jöttem rá, de hát kolléganő mondta, szintén néhány éve, hogy későn érő típus vagyok. Tehát néhány éve jöttem rá arra, hogy valószínűleg azért nem vágtam rá azt, én erre, hogy görög vagyok, amit most rávágnék egyébként, vagy azt vágnám rá, hogy is. Mert akkor úgy éreztem volna öntudatlanul is, hogy én kizárom magam ezen a területen az osztálytársaim közösségéből, már pedig én úgy éreztem, hogy én semmivel sem különbözöm. Tőlük hát a név az egy esetleges dolog. Tehát befogadták. Igen, ennek valószínűleg két oka van, ez is utólagos magyarázat, ugye fiú révén fontos integrációs eszköz, hogy az ember hogyan focizik, és én jól fociztam, és általában pedig ugye az, hogy hogyan tanul az ember, attól még utálhatják is, hogy eminens, én egy elviselhetetlen eminens tanuló voltam, de ezen belül én jól tudtam a matematikát. És az megint egy integrációs eszköz, hogy valakit az ember kisegíti. A matematikából utálat eszköze is van, ilyenre is volt példa, hogy valaki alaposan megsértődött, mert nem súgtam neki valamelyik felelése. Ez a két eszköz segített rajtam. Mindjárt beszélünk az iskolázottságról, de még szeretném tudni, hogy volt ez névben. Tehát amikor Irini a nevét mondja, vagy nevedet mondod, akkor visszakérdeznek? Igen, minden esetben visszakérdeztek, hogy ez milyen eredetű. Néha Irinát mondanak, és persze akkor kikérem magamnak, azt mondom, hogy görög vagyok, nem szláv. És ez igen. A görög történelem, a modern görög történelem ismeretében azért ennek megvan a maga jelentősége, hogy nem szláv. Te például magánál pont fordítva, mert maga meg egy szlávisztikai görög, igen, vagy hogy vagy a családot, ha megnézem, akkor kétharmad részben vlach származású. Tehát a családban vagy három nyelv uralkodott, tehát a Dédnagyapám, nagyanyám, édesapám, ezek vlachok voltak. Édesanyám az, ami görög meg szláv. Tehát ott keveredett egy kicsit a dolog, de maga a faluban ott szlávul beszélgettünk. Makedonul. Az is, igen. Szabad ezt mondani? Makedonul. Ez és görög iskolánk, csak görög iskolánk volt, tehát makedoni iskola nem volt ott, nem tanultunk. Csak otthon beszélt ilyen volt, vagy akkor olyan kint a gyerekekkel játszottunk, akkor így beszélgettünk. És ki beszélt görögül a faluban? A polgármester? A faluban? Igen. Mindenki. Mindenki? Mindenki beszélt görögül. De a boltban is görögül beszéltek? Igen. És az iskolában is. De otthon nem?
Otthon, igen. Hát, hogy volt az iskolázás, mikor megérkeztek? Tehát azt mondta, hogy az édesapja építészmérnök volt, de ebből nem következik, hogy tudott magyarul, amikor megérkeztek. Ugye? Tehát mind a hármajukhoz szól a kérdés. Amikor megérkeztek ide menekültként a szülők? A szülők menekültként? Igen. Hát senki sem tudott magyarul. Igen, de maguknak meg kellett menni a suliba, meg az óvodába esetleg már. És akkor hogy kezdődött a magyar tanulás? Vagy ez az egész hogy intéződött, hogy most mindenki tökéletesen beszél magyarul, vagy a kicsit később tanult, meg ezt már hallottunk? Én a dohánygyárban nevelkedtem, ott volt bölcsöde, óvoda, iskola is. És mind magyarul ment? Nem, magyar nem, hanem vegyesen. Voltak azért, a óvodában már voltak magyar óvonémik, és görög óvonémik. Tehát mi vegyesen megtanultunk, de azért a napi nyelv az a görög volt. Én még hallom, hogy ez nem az a görög, amit igen, beszél. Sajnos, igen. De miért sajnos? Ez hát, szép. Mert... Nem. Ez nagyon szép. Nem. Zavarja? Igen, engem zavar. Hát ez van. De nagyon. És akkor így kicsi kortól tanultak magyarul, és otthon meg görögül beszéltünk. Igen. Az egymás között teljesen görögül beszéltünk. A telepen meg... Hát az volt a domináns nyelv, ez egyértelmű. És én ötödikes koromban kezdtem el magyar iskolába járni, mindenkinek kötelezően. Akkor kellett váltani, és én annyira szégyeltem, hogy nem tudok magyarul, hogy egy évig nem mertem megszólalni. És mi volt a szülőkkel otthon? Ők is megtanultak? Tehát a gyerekek hazavitték a magyart? Vagy hogy történt? Hát gyakorlatilag igen, hát szülők nagyon nehezen tanultak meg magyarul. Végig, nagyon hibásan, úgyhogy ezt szerintem természetesen valók, de hogy nem tudom. Én 4 éves koromban egy magyar ház, magyar gyerekeivel éltem együtt. Ez egy viszonylag kis ház, 3 szintes ház, de legalább 25 gyerek volt a többségében korombéli. Tehát a velük való játszás során én megtanultam pillanatok alatt magyarul. Volt is konfliktus, mert valamit én majd görögül magyaráztam, és ők nem értették. Tyúkok voltak, és mondtam nekik, hogy kalabokit esznek, és ők nem értették. Kalaboki az a kukorica. Kalabokit esznek? Ez már magyar. Nem, ezt most én mondom. Ott magyaráztam nekik. Nem emlékszem rá, az idősebb gyerekek nevetve közölték velem, a konfliktust most nem részletezném, de mire én 7 éves koromban iskolába mentem, akkor én már ugyanúgy tudtam magyarul. És a szülők? A szülők azok mind végig akcentussal beszéltek. Ugye általában is az első generáció nyelv tanulását alapvetően meghatározta az, hogy dolgoztak vagy nem dolgoztak. Tehát akik dolgoztak, és kicsivel nagyobb arányban dolgoztak a férfiak, mint a nők, de a nők nagy része is dolgozott, az a munkahelyen ott jobban megtanultak, mint akik végig otthon maradtak. És hát ez volt az integrációnak igazából a terepe, egyrészt az iskola, amikor már magyar közegbe, a dohánygyár felszámolása után a lakóhely, tehát a szomszédokkal való kapcsolatteremtés, és a munkahely. Tehát itt, amikor már nem arról szólt a kérdés, hogy a politika felhő régiójában szeretnek-e bennünket, vagy nem szeretnek, akkor a politika felhő régiójában minket éppen szeretnek, most a politika felhő régiójában a úgynevezett migránsokat éppen nem szeretik. Ez mind az integráció szempontjából sokadrangú, akkor, amikor az emberek már egymás között találkoznak, és ezen a téren nekem az a tapasztalatom, hogy mindkét fél. A görögök is, és a magyarok is nagyon jól szerepelnek. Jó fejek vagyok, magyarok, ilyenben. Hát, ha éppen görögökkel hozza össze... Most ez a témánk. A sors, igen. A görögökkel könnyű egyébként jóban lenni, mert ez több generáció keresztül is át hidalva, ez egy paraszti, ez egy vidéki népesség. És a falvak népessége pici korától megtanulja azt, hogy hogyan kell a másikkal kommunikálni, a másikkal dumálni. Aki elmegy most turistaként, azt is látja, hogy a görög a napon, a tengeren kívül még a kommunikációs készségeit is eladja. Ez még ma is így van Görögországban, ez az ide érkezett görögök esetében is így van.
Hát nyilván ennek a jele volt az, hogy az Osonban a pénztárosra azt mondta, hogy az jó. Én nem kérdeztem rá a részletekre, jobb nem tudni, ezt bármit beleképzelem. Én azt képzelem bele, a felkészülés során azzal szembesültem, de az emlékeim is erről szólnak, hogy a görögök hozzánk szabadságharcos partizánokként érkeztek. Ez annyira romantikus, hogy az ember az ő szabadságharcos. Hát az jó. Az szabadságharcos, az jó. És lehet, hogy tévedek, de bennem, én soha nem gondoltam végig egész addig, amíg itt el nem kezdtem készülni, hogy mi volt ennek az árnyoldala. Mindjárt megveszik, lesz hát 10 percünk, sajnos nem tudom. Hogy volt ez a magyar nyelv és a szülők? Hát régen kezdtünk tanulni. 54-ig... Ja, régen volt a gyerek otthon, ugye? Igen. Tehát ott csak görögök voltunk. Tehát a szülei nem jöttek magával. Nem. Szülő nélkül érkeztünk, tehát én a nővéremmel, meg a húgommal. Falunkból 70-71 fiú, meg lány érkezett, három anyával, kísérővel. Ezek anyák voltak, 16-18 éves lányok voltak, ők irányítottak minket. És akkor ott a gyerek otthonban rögtön elkezdték magyarul igazgatni magukat? Igen, de ott nem volt más megoldás, csak hogy a helyi parasztasszonyok. De az, hogy csak az iskolában beszéltünk, tehát amikor magyar óránk volt, akkor igen, akkor magyarul beszéltünk. A nyelvtant azt mi a mai napig is úgy fújtuk. Szóval mi voltunk, amikor középiskolába kerültem utána, én voltam a legjobb nyelvtanos, a legjobb helyesíró. Magyarul alig tudtam, szóval olyan szórend problémáim voltak, nagyon rosszul beszéltem. Egészen 59-ben érettségiztem én Fehérvár gépipari technikumban, de a szerencsénk az volt, hogy 54-ben magyar állami gondozott gyerekek is kerültek. Hát akkor volt kivel játszani. Így van. És mivel, hogy mi erősebbek, meg nagyobbak voltak, mint a magyar gyerekek. De csak azért, mert idősebbek voltak. És mindig kerestek egy jó barátot, tehát nekem, mint a két zirci testvér, ezek hozzám csatlakoztak, aztán azokkal voltam sokat. Azokkal rengeteget beszéltem. És akkor rengeteg a magyar is jobban ment. Igen. És ott kezdődött tulajdonképpen a magyar nyelvet, ott jobban kezdtem érezni. Nem biztos, hogy jó az ötletem, hogy az oldalát akarom megkérdezni ennek a történetnek, mert így ez az utolsó kör a beszélgetésünkben, mert 10 perc múlva be kell fejezni. De mégis, amikor ennek a második résznek az a hívó szava, mondjuk, hogy kettős identitás, vagy ez az eset, amit a görögök, akik ide érkeztek, átéltek, a szülők, a gyerekeik, és gondolom a következő generációk is ki mennyire érzi magát görögnek, hogy ez... De most nem azt szeretném, hogyha elmesélnének fájdalmas történeteket, csak hogy ez az identitás, ez felhőtlen, tényleg kettős identitás, vagy pedig ez egy felhőtlen magyar identitás, és hát a nevem igen az görög. Hogy van ez most? Az első generáció, én a szüleim alapján gondolom, de azt hiszem, hogy ez az első generáció valamennyi tagjára igaz, nagyon meg lennék lepve, ha nem így lenne, persze szoktam meglepődni, hogy az első generáció esetében egy pillanatig sem merült föl bennük, hogy ők ne görögök lennének, és csak görögök. Tehát, hogy Görögországból ők minden tekintetben egy olyan kulturális batyúval érkeztek, mondjuk 20 éves korukban, vagy még idősebb korban, ami egy életre meghatározta őket. Az anyukám 88 éves korában halt meg, 27 évesen került ide. Magyarországról azt mondta, hogy a második hazája, de egy pillanatig sem volt kétséges, hogy ő görög. Nem vegyes, nem ez is, meg az is, meg nem 60%-ban magyar és 40%-ban görög, ahogy harmadik generációs fiataloktól hallottam, hanem görög. Az itt, a Lambrószék esetében már egy kérdés, ők szintén hoztak onnan egy batyut, ő majd elmondja, hogy az ő batyuja az mit akart. Az Irini batyuja is egy kicsit más, mint az enyém, mert az, hogy ő jóval tovább élt a dohánygyárban, és a Manolis-Glezos általános iskolába járt, ez egy nagy kezdeti szocializációs szakaszban különbség közte
és köztem. Én például valószínűleg emiatt sosem éreztem magam politikai menekültnek. Tudtam, hogy a szülei politikai menekült, de én miért lennék politikai menekült? Én Magyarországon születtem, itt nőttem föl, magyar haverjaim vannak velük, focizom velük, tárgyalnak, bennem semmi politikai menekült nincsen. És az identitással? Az identitásom az változó. Tehát, hát Fokasz Nikosz nével mi a csuda tud a ember lenni, mint görög? De, pontosítanék. Ezzel az ember még nem görög. És ez reagálnék az indító kérdésére, hogy itt van néhány igazi görög. Ezzel az ember az, hogy Magyarországon ő Fokasz Nikosz, ezzel még csak magyarországi görög. És nem görögországi görög. Tehát akkor van a görög származás, meg van a magyarországi görög. Meg van a magyar. Mert én abban hiszek, hogy aki Magyarországon született, Magyarországon nő fel, magyar iskolába járt, általános iskolás korától kezdve, az egyetem végzéséig és magyarokkal dolgozik együtt, annak hatalmas energiákat kell befektetni ahhoz, biztos van ilyen is, hogy ne legyen magyar. A következő generáció is ez a helyzet. Tehát az én esetemben a legtermészetesebb és magától értetődőbb identitás az, hogy magyar és magyarországi görög. Na de az egy más identitás, hogy az ember görögországi görög legyen. Magyarországon? Ha akar. Én úgy döntöttem, hogy az is leszek. Tehát az nekem egy évtizedes program volt, hogy én görögországi görög szeretnék lenni. Ez követelmény a görög tudással szemben, tehát hogy ne érezzék rajtam, hogy én nem Görögországban nőttem fel. A nyelv, a görög helyismeret, és így tovább. És én úgy éreztem, hogy 2017 táján én már teljes egészében görögországi görög is vagyok, és legnagyobb meglepetésemre 2018-ban elkezdett visszaerősödni bennem a magyar identitás. Tehát ezek ilyen hullámzó és változó. Szerintem is lehet több identitása bárkinek. De ha én például külföldre megyek, és megkérdezik, hogy milyen nemzetiségű vagyok, vagy honnan jöttem, én mindig azt mondom, hogy én görög vagyok, de Magyarországon élek. És ezt értik? Igen, fölfogják, persze. Görög vagyok, de Magyarország... Nem magyar. Nem, soha nem mondom, hogy magyar. Én nem vagyok magyar, a szüleim görögök. A szeplőkkel és a kék szemével azt, hogy görög vagyok. És nagyon büszke vagyok, hogy görög vagyok, de ugyanakkor meg szeretem Magyarországot. A legjobb barátaim magyarok, ismerem a magyar kultúrát, én is Petőfit tanultam, meg József Attilát, ugyanúgy, mint mindenki. De ettől még én görög vagyok. Soha nem mondanám azt, hogy én magyar vagyok, mert nekem kötelességem, hogy görög maradjak a szüleim után. Ez nagyon szép, hogyha azt veszük, hogy mit mondott a tanár úr, akkor a görög nyelvet még megkérdezném, hogy az úgy megy, ha hazamegy görög, hazamegy Görögországba, azt mondja? Igen, szoktam azt is mondani. Ha hazamegy Görögországba, akkor észreveszik, vagy nem veszik észre, hogy hol járt iskolába, hogy nem ott járt esetleg a nyelv. Észreveszik, igen. És nekik is azt mondja, hogy görög vagyok. Persze. És nincs vita. Nem, persze. Hát annyi görög él a világban, mit tudom, egy 3-4 millió biztos. Nem tudom, kicsivel több. Igen. Hogy ez egy megszokott dolog, hogy görögök mindenhol élnek. Ezzel nem akadnak ki. Szép. Azt én tudom, hogy magának két útlevele van, egy görög meg egy magyar. Igen. És hány identitása van hozzá? Mert még makedon is. Tulajdonképpen én... Csak a mikrofonba kérem. Én... Köszönöm. Hát... A magyarok azt mondták, ahol dolgoztam, én nem görög vagyok, nem magyar. De azért mindig megkülönböztettek, tehát belül azért éreztem azt, hogy azért nem vagyok magyar, de hát ugyanúgy élek, mint a magyarok. Tehát ez a vegyes nekem az identitásom. Nem, feleségem is magyar volt, szinte nem
Hát ez egyfajta gazdagság, nem? Hogyha az ember két helyen is otthon érzi magát. Hát igen, mert hát Görögországban ott igaz, hogy a görögök nem nagyon fogadtak be így, mert ott egyben azt mondták, hogy én magyar vagyok. Itt meg azt mondják, hogy görög. Siettem vissza, mondjuk két hétig Görögországban vagyok, de én visszavágyom ide, mert nem tudom, hiányom van. Ha itt vagyok, hiányom van. Ha Görögországban bárhova elmegyek, de ha a falumban nem megyek, nekem hiányom van. Tehát a falujában érzi otthon magát igazából? Csak a falumban. És beszélnek ott még a kedónul, tud még velük beszélgetni? Hát egy pár öreg, igen. Mert inkább görögül beszélgetünk már ott a faluban is. Inkább görögül beszélnek az emberek, mert hát a falunak a háromnegyed része kivándorult. Vagy Amerikában, Ausztráliában, vagy... Egy újabb befogadás történt, csak másik irányban. Ez borzasztó. Szóval ott őslakos alig van már. Értem. Úgyhogy... Hát én... Mindegy, hát én azért... Tehát haza szeretném. Mindig amikor azt mondják, igen. Amikor azt mondják, hogy te magyar vagy, hát persze, hogy az vagyok. Hát úgy élek, mint a magyarok. Hát nem, nekem nincsen, meg... Jaj, Istenem. Elérzékenyült egy kicsit. Hát ez az identitás, ez egy kicsit zavar, megmondom őszintén. Hát a lányaimat, két lányom van, magyar az anyjuk, magyar az anyanyelvük, az én nevemet viselik, görögnek vallják magukat. Hát akkor itt hárman ülnek, három különböző ez a történetet, nagyon szép. Az unokáimnak, na most ha az unokáimat mondom, igen. Akkor az még egy borzasztó zavaros dolog, mert a bőm az bolgár-szerb, a lányom magyar-görög, na most, akkor az unokái micsodák? Dél-európaiak. Európaiak. Európaiak. Tehet erre mondani. Nem tudok már, de szép. És hány nyelven beszélnek? Ők, az unokák. Az unokák most szerb nyelven beszélnek, és görögül akarnak, mindenképpen meg akarnak tanulni. És magyarul? Magyarul az tökéletesen beszélnek, és szerbül, mert szerb iskolába járnak. De hát a bolgárral is kell, hogy ismerkedjenek, mert az apjuk egyik része bolgár. Nagyon jó. Meg ugye már lejárt egy kicsit az időm, de azért hadd kérdezem meg, hogy felmenő ágon kívül csak gyerekek, unokák, nem veszik tapintatlanságnak a kérdés, esetleg ha már itt így szóba került, ki minek vallja magát és milyen nyelven? Az én fiam volt az, aki 10 kevés éves korában, azután, hogy egy fél évet töltöttünk Görögországban, ő silabizálta ki valahogy, hogy ő 60%-ban magyar és 40%-ban görög. Ezen én komolyan gondolkodóba estem. Az én válaszom az, hogy én 100%-ban magyar és 100%-ban görög vagyok. Akármit is jelentsen az, hogy magyar. 200%-osan. Magyar. Nem lehet összehangolni. Jó. És ha nagyon elemezni magam, akkor azt érzem, hogy más síkon, meg más dimenzióban működik az egyik és a másik, de ez most nem is nagyon érdekes. Van három unoka, akiknél valószínűleg görög identitás nincsen, a háromból néhány hónapja, kettő éppen az anyjuk jó volt, abból Dublinban van. Tehát, mert ott találtak munkát, és most ott fognak elkezdeni iskolába járni, hogy abból milyen identitás fog kikeveredni, azt még nem látjuk. Görögországhoz kötődnek utazások révén, de hát egyenlőre a legszorosabb kötelék a
Póros szigetén lévő Pavlu Hotel, amely 5 méterre van a tengertől, ahol reggeltől estig lehet pancsolni a vízben. Most ez a legszorosabb kötelék. Ez nem Dublinban van, hanem Pireusztól egy órányi hajóútra. És az anyuka magyar? Az unokák anyukája? Az unokák anyukája a lányom, aki... A fiának a gyerekeiről van szó, bocsánat. Nem, hát három unokából az egyik a fiamé, kettő a lányomé, ők vannak Dublinban. A lányom, tehát a gyerekeinknek szerintem van valamilyen görög identitása. Jártak Görögországban iskolába, ott az alatt a fél év alatt, amikor ott voltunk. Ez ragadt is rájuk, másfelől meg nem tőlem örökölték, de egészen kiváló nyelvérzékük van. A lányom 6 vagy 7 nyelven beszél, és köztük van a görög, nem a munkanyelve, tehát nem az, amit a leginkább használ és beszél, de ha kell, akkor ő azt bármikor azért előrángatja. A mi esetünkben is ilyen, hát félig görög, félig magyar, a férjem az magyar volt. Tehát ők két részről, tehát mindenféleképpen magyarok is, görögök is. A fiam esetében ő másfél évig járt egyetemre Athénban, ilyen először Erasmusszal, aztán még valahogy elintézte, hogy még egy hosszabbított, és ő annyira megtanult görögül, hogy felsőfokú nyelvvizsgát tudott tenni görög nyelvből. Aztán a nagylányom az meg Angliában élt, és onnan van nekem két unokám. Ők sajnos nagyon nem fogják vinni ezt a görög dolgot. Magyarul is mindent értenek, de ha beszélgetünk hozzá, akkor már angolul válaszolnak. Ez van. Ez 2021 őszén Európa. A görögöktől indultunk is. A görögökhöz értünk vissza, de ilyen módon. Köszönöm szépen, hogy elmondták a történetüket. És ez a mostani óra, tehát a görög identitásról, ezek szerint nem feltétlenül kettős identitás. Szóval is nagyon, én nagyon örülök, hogy itt vannak Budapesten is, és itt is ott van a szikmunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük. És most lesz egy kis szünet, amíg a büfében lehet görög kóstolóval